Az ENSZ menekültügyi főbiztossága bejelentette, hogy tavaly több mint 79 millió embernek kellett elhagyni az otthonát háború és üldöztetés miatt, mondja az Euronews tudósítója. Az intézmény 70 éves fennállása alatt még sosem volt ilyen magas ez a szám. Az ENSZ menekültügyi főbiztosát, Filippo Grandit arról kérdeztem, hogy mit jelent ez a szám, mit mond a minket körülvevő világról. Alapvetően a fegyveres harcok miatt kelnek útra ezek a milliók. Vannak új konfliktusok és olyanok is, amelyek már évtizedek óta zajlanak, például Afganisztánban és Szomáliában, amelyeknek egyszerűen nem látszik a megoldása, mondja Filippo Grandi. Az otthonukat elhagyók 68%-a öt országból érkezett tavaly, Szíriából, Venezuelából, Afganisztánból, Dél-Szudánból és Myanmarból. Arról is kérdeztük az ENSZ menekültügyi főbiztosát, hogyan hatott a menekültekre a koronavírus járvány. Ezeknek az embereknek a megélhetése jellemzően törékeny, alkalmi munkákon, az informális gazdaságon alapszik. Ez mind egy csapásra megszűnik a kijárási korlátozások idején, amelyek szükségesek a világjárvány megfékezése érdekében. De az emberek megélhetésére katasztrofális hatással vannak, mondta Filippo Grandi. Ez a válság is megmutatta, hogy Európa nem képes kezelni ezeket a népességmozgásokat. Ennek az egyetlen módja az összefogás, a terhek és a felelősség megosztása. Hogy amikor egy hajó befut, legyen egy rendszer, amely szétosztja a menedékkérőket a kontinensen. Újra azt látjuk, hogy a földközi tengeren jönnek a hajók, mindegyiknél több napos egyezkedés zajlik, miközben egyes politikai erők a saját céljaikra akarják kihasználni a helyzetet.